Mai kísérletünkben ki fogjuk mutatni a vizet az almából, a száraz kukoricamagból és friss zöld növényi levelekből. Az első dolgunk az, hogy az almából is, a kukoricából is és a levelekből is belehalmozunk kémcsőbe egy-egy adagot. A kémcsövet a növényi részekkel együtt mérlegen megmérjük, és feljegyezzük a tömegét a füzetünkbe. Ehhez fogunk tudni később majd viszonyítani. Kukoricát is megmérjük. És a levelet is megmérjük. Tehát közel egyforma tömegűek most ezek. Meggyújtjuk a borszaszégőt. És elkezdjük a kémcsőben melegíteni a növényi anyagainkat. A borszaszégő segítségével kivontuk a vizet az almából, vagyis addig melegítettük, amíg el nem szenesedett. Szűrőpapírcsík segítségével kiitatjuk a kémcsőből a folyadékot, a vizet, amit az alma a melegítés hatására leadott. Egy kicsikét várunk vele, amíg meghűl. Addig elkezdjük melegíteni a kukoricát, ugyanígy. Amiután a kukorica szemek is elszenesedtek, ugyancsak felitatjuk a szűrőpapírcsíkkal a nedvességet. Akkor következik a zöld levél. És miután a zöld levelünk is elszenesedett, ezután lezárjuk a borszaszégőt, ugyancsak felitatjuk a nedvességet a kémcsőből. És most egyenként visszamérjük őket a mérlegünkön. Először az almát. És láthatjuk, hogy valóban kisebb lett a súlya az almánknak. Feljegyezhetjük a füzetünkbe, és a két súlynak a különbsége adja a víztartalmát az almánknak. Kukorica esetében ugyanezt elvégezhetjük. Szintén feljegyezzük a kapott értéket, és a zöld növény esetében is elvégezzük ugyanezt. Ezt is feljegyezzük, és láthatjuk, hogy az almánknak volt a legmagasabb víztartalma, utána következett a zöld növényi levél, és a következő pedig a kukoricaszem volt az utolsó.